Szeretettel köszöntök mindenkit ismét a Petbox oldalán. Volt nekünk ugye kettő játékunk, amelynek keretét még nem sorsoltuk ki, de most ezt mind a kettőt be is fogjuk pótolni egy kalap alatt, és akkor mint egy utómikulás ajándéknak ezt lehet is tekinteni. Ne is húzzuk az időt, először az Agility verseny győztesét szeretném kisorsolni, aki nem csak hogy egy 5000 forintos vásárlási utalványt kap hozzánk, hanem egy hónapos kukutya a kiképzést a MEO-éhoz. Most tehát akkor nyertesek kiválasztása, aki nem más, mint Gyurkovics Glenda. Rövid vágás után már itt is vagyunk. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy óriási élménnyel és sikerrel záródott végül a vásárlóknak. Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, és ne felejtjétek, hogy a résztvevők közül egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány sorsolunk ki. Természetesen ezt itt nem tudjuk, de aki ide eljött, ők számon vannak tartva, és felveszik majd a kapcsolatot az illetővel. Úgyhogy most varázsolunk egy új linket. Sorsolása. Lájkolók közül fogunk sorsolni, aki meg fogja nyerni a harminatát tartó időt. Aki nem más, mint Ónodi Nikoletta, hát ez nagyon szerencsés, mert ő is mint egy törzsvásárlónk és ismerősünk, úgyhogy ez így ragyogó. Örökös érvényű törzsvásárlói kártyát kap tőlünk, amelyet megjegyzem halkan, hogy még a webshopunkba is fel tud most már használni. Azt hozzászólók közül fogjuk most kisorsolni, minden hozzászólót egyszer veszünk figyelembe. Ez a hozzászóló nem más, mint Mondani Nikoletta már nyert, úgyhogy őt most le fogjuk sajnos cserélni, Hegedűs Kitti. És az 5000 forintos bérletet pedig azt majd a posztba bele fogjuk írni. Mindenkinek gratulálunk, játszatok velünk legközelebb is. És hát ugye, aki nem nyert, az ne csüggedjen, ugyanis most több projektünk is van folyamatban. Vaskó Dominiknak, kedvenc sportolónknak le tudjátok rajzolni az autóját 13 éves korig. Értékes nyereményeket lehet nyerni, illetve a Filó tornán, ami nem más, mint egy focis rendezvény, lehet nyerni majd Petbox vásárlási utalványt, amihez nem kell más tennetek, mint benevezni magára a tornára. Úgyhogy mindenkinek eredményes felkészülést kívánok, aki úgy gondolja, hogy ebben részt szeretne venni. A többiek ne csüggedjenek, hiszen tudjátok, még lesz erre alkalom, hogy ti is nyerjetek. Minden jót kívánok nektek, szép napot!